Nagyon sok szeretettel köszöntelek ezzel a különleges videómmal, amely a Mindig Van Remény YouTube csatorna második születésnapja alkalmából készült. Ezzel a kis visszaemlékezéssel szeretném megünnepelni ezt az évfordulót, felidézve az elmúlt két év munkálatait, melyben munkatársam a fiam, aki a videók technikai részét készíti. Mindig Van Remény YouTube csatornám alapköve, ami 2015-ben megjelent Mindig Van Remény című könyvem és CD-m. Munkám egész tartalmában a hitről, reményről, önmagunk erősítéséről, a bátorításról szól. 2019. július 4-én jelent meg első, bemutatkozó videóm. Munkám során nagyon fontosnak tartom a családok összetartását, hitünk erősítését. Ezért elsőként megjelenő videóim tartalmaként a hit, remény, szeretet felindítása szerepelt. Munkám elsősorban reményvesztett emberek számára nyújt vigasztalást, kapaszkodót, segítséget, hitet, reményt adó, bátorító, ösztönző gondolatokkal, imákkal, segítő szavakkal és általam írt versekkel. Készült videó a betegek lelki erősítéséért, a magány, a félelemmel való küzdelem, a megbocsájtás témakörben. Valamint készültek munkák a családok összetartása érdekében, a bántalmazott nőkért szólva és a férfiak lelki világa témakörben is. Munkáim során nagyon fontos az emberi lelkek felemelése, erősítése, hiszen az ember lelki világa nagyon érzékeny, sérülékeny terület, amit ápolnunk kell hittel és szeretettel, amihez hozzátartoznak a csatornámon megjelenő és elhangzó imák, rózsafüzérek, amik nagyon sok ember számára adnak lelki megnyugvást és kapaszkodót. Mindig Van Remény YouTube csatornámon többek között hallható a fájdalmas, a világosság, a dicsőséges és az örvendetes rózsafüzér is. Az elmúlt két évben több hallgatóm kérését is teljesítettük. Így készült el egyik kedves férfi hallgatóm kérésére a Türelem című videó és a Liciéi Szent Teréz tiszteletére című videóm. Valamint hallgatói kérésekre készült többek között a Szent Rita imái, imák bajban, szenvedésben, litánia és imák a Lourdes-i szűz tiszteletére, Szent Sebek rózsafüzére, imák Jézus Szent Sebei tiszteletére, Pio Atya rózsafüzére című videóim is. És volt egy olyan kedves hallgatóm, aki lelki erősítő imákat kért tőlem gyógyulásért, szabadulásért, és hogy én magam is írjak egy lelki erősítő ima verset, mert nagyon nagy szüksége van a segítségre, a lelki támogatásra, és mert szereti hallgatni az általam írt verseket. Ennek tiszteletére írtam meg az Uram, kérlek, adj erőt című ima versemet. És még vannak kérések, amiknek teljesítésén még dolgozunk. Videóim által megemlékeztünk ünnepnapokról, melyek a Minden Szentek és Halottak napja, az Advent, Karácsony, Valentin nap, Nőnap, Anyák napja alkalmából készültek. Szólok a természetvédelmével kapcsolatban is, a hazánkban élő fecskék védelme és a Vigyázzunk a bennünket szolgáló természetre című videóim által. Valamint a járványidőszakban készültek videók a koronavírus és a vele járó káosz és együtt a koronavírus ellen címmel. Több videó is készült, amelyben a Mindig Van Remény című könyvemből olvasok fel, mely által bátorító, ösztönző,
lelki erősítő gondolatokkal szólok hallgatóimhoz, mint például önmegvalósítás, légy önmagad, még fiatalon, imák könyvemből, megromlott kapcsolat, házasság, átélt nehéz időszakok témakörben. Megmutatva csatornám sokszínűségét, általam írt versek, ima versek is megjelentek, melyek többek között a szeretet, a család, a hazaszeretet fontosságáról szólnak, valamint a betegek gyógyulásáért szóló ima versek is megfogalmazódtak bennem. Anyák napjára írtam meg a Köszöntelek téged, égi édesanyám, valamint a szeptember 12-én a boldogságos Szűz Mária szent neve napja tiszteletére íródott a Szűz Mária égi rózsaszál című versem. Az elmúlt 2 év utolsó videói pedig egy beteg gyermekéért aggódó édesanya kérésére és beteg kisfia gyógyulásáért készült ima beteg gyermekekért címmel 2 részben. És a beteg kisfiú gyógyulásáért írtam meg az ima a beteg gyermekért című ima versem és a gyógyító angyal című verset. Az elmúlt 2 évben hallgatóim visszajelzései, hozzászólásai, a kommentek is mutatták, és a privátban való felkeresések alapján is megbizonyosodtam arról, hogy csatornám tartalma mennyi reményvesztett ember számára nyújtott már kapaszkodót, segítséget nehéz, válságos élethelyzetükben, lelki vívódásaikban. A visszajelzések megmutatják, hogy nagyon sok ember számára kapaszkodóként, lelki erősítésként szolgálnak videóim. Mindez ösztönöz engem a további munkák, videók elkészítésében is. Örülök annak, és hálás szívvel köszönöm a sorsnak, hogy munkáim által segíthetem az emberi sorsokat, az életutakat, és hogy munkáim által vihetek egy kis fényt és megnyugvást hallgatóim életébe. Munkáim által továbbra is igyekszem értékes gondolatokkal, meghitt, nyugalmas perceket csempészni hallgatóim életébe, hitet és reményt adva, segítő kezet nyújtva a mindennapokban. Köszönöm munkáim támogatását, hogy itt vannak velem, hallgatják videóimat, segítik munkámat feliratkozásokkal és videóim megosztásával, kommentjükkel, hozzászólásaikkal, és köszönöm mindazoknak, akik bármi módon támogatják, mindig van remény YouTube csatornám terjesztését, fejlődését. Továbbra is várom hallgatóim kérését, mindazt az ötletet, témát, kérést, amit szeretnének hallani általam a Mindig van remény YouTube csatornámon. Ezeket a kéréseket örömmel teljesítem, hiszen tudom, hogy a kérésekre készült videók által is örömet szerzek hallgatóim számára. A Mindig van remény YouTube csatorna 2. születésnapja alkalmából kívánom, hogy minden kedves hallgatómmal együtt ünnepelhessünk még sokáig, a következő években is. Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson. Hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m, és az általam összeállított imafüzet, a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető, valamint ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőséged a támogatásra is. Köszönöm!